Makai Gábor klinikai szakpszichológussal folytatjuk a témát. A tűzből kimentett gyerekekben a szüleik szerint súlyos lelki traumát okozott az eset. A 8 éves Biankát rémálmok gyötrik. Éjszaka felkelés félálomban végig tapogatja családtagjait, hogy mindenki jól van-e. Most arról beszélgetünk, ez későbbiekben milyen hatással lehet a gyerekek életére. Jó reggelt! Jó reggelt, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon kemény sztori, főleg így karácsonykor, szerintem ez mindenkit megvisel. Nehéz megszólalni is valóban. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok ember elgondolkodott már ezen, aki családi házban lakik, vagy bármilyen házban lakik, hogy mi történne akkor, hogyha esetleg éjjel ilyesmi történne. Tehát ez tényleg ez a legvadabb és a legkeményebb rémám az embernek. Bele gondol, hogy mit él meg a gyerek. Ez borzasztó. Tehát, hogy mit zajlik benne. Én szakemberként erre helyezném a hangsúlyt, hogy akár természeti katasztrófa, háborús helyzet, vagy ez a tűzeset, ez egy trauma. És a trauma az kockáztatja és veszélyezteti a gyereknek a fejlődését és a pszichológiai jólétét. Az esetek többségében mindig jelen van a rettegés, a félelem, a kiszolgáltatottság, az állandó készenléti állapot, hiszen a trauma az nem más, mint egy akut stressz, egy olyan behatás, ami megterheli az emberi pszichét, és hogyha a feszültség nem csökken, azaz nem kap specifikus szakember által segítséget, akkor az emberi psziché egy idő után kimerül. Ekkor jelenik meg, ami általunk sokszor emlegetett PTSD, ez a poszttraumás szindróma, az a trauma utáni szindróma, de hogy nem lehet meghatározni, és nem tudjuk bejósolni azt, hogy a traumára adott válaszreakció az egyik gyereknél mi, és a másik gyereknél lehet akár más. Itt arra gondolok, hogy minden ember más, minden gyerek más. Ez azt jelenti, hogy nincs két egyforma gyerek, nincs két egyforma válaszreakció sem. Valóban az befolyásolhatja a válaszreakciót, hogy hogyan éli meg, vagy hogyan reagál a trauma után, hogy milyen az ő személyisége, tehát mennyire érett maga a személyiség, jelen, vagy akár a személyesség, az azt jelenti, hogy meghalt-e valaki ebben a tűzesetben, vagy sem, de ugyanúgy a traumának az időfaktor, az intenzitása befolyásolja azt, hogy milyen válaszreakciót ad. Bennem, amikor így néztem az interjút, az merült fel, hogy nem lehet-e, hogy egy krízis állapotában vannak a gyerekek. Ez azt jelenti, hogy ez nem egy betegség, hanem a traumát követő állapot, egy beszűkült állapotra utal ez, amikor a tér és az idő az összemosódik, minden homályos, minden ködös, szeretné megoldani a helyzetet, de hogy nem tudja, mert szorong. Érzelmi zűrzavar van jelen, és hogy általában saját magát, a jövőt is negativisztikusan látja, tehát egyfajta ilyen lefagyott, döntésképtelen, ingerlékeny állapot. Na ez utal a krízisre, ez utal arra a beszűkült állapotra, ez annyit jelent, hogy nem képes úgy nyitni a külvilág felé, és hogy megszakadt az a hétköznapi életvitel, amit eddig élt. Na ebben a helyzetben be kell avatkozni, tehát specifikus beavatkozás kell, pszichoterápia segítség kell ahhoz, hogy próbáljon egy kicsit ebből a beszűkült tudatállapotból kijönni. Ez azt jelenti, hogy krízis intervenciónak kell bekövetkeznie, tehát hogy vissza kell adni, és itt többször is szóba kerül, vissza kell adni a kontroll érzését, a realitás érzését, a biztonság érzését a gyereknek, és a pszichológus abban tud segíteni a krízis intervencióban, hogy valamilyen erőt adjunk, hogy valamilyen coping megoldó stratégiát, terveket adjunk a kezébe, hogy képes legyen újra élni az életét, és ez még csak a hegy csúcsa, ebből a krízis állapotából tud kijönni a gyerek ilyen típusú segítséggel. Hétköznapit fogok kérdezni ebben a borzasztó helyzetben. Mi a jobb Biankának, ha iskolába jár, vagy hogyha kiveszik iskolában, és segít egy szakember neki? Ugye ő 8 éves, amennyiben jól emlékszem, ugye 8 éves. Igen, van egy 8, egy 4 és fél és egy hónapos kis. Így van, zárjelbe téve, hogy nem szabad lebecsülni a kisgyereknek a traumatikus élményét sem. Tehát sokszor azt gondolnánk, hogy azért, mert ő nem emlékszik rá, akkor kevésbé hat rá a trauma. Uh-huh. Egyébként pedig párhuzamosan lehet és kell a beavatkozás. Akár itt jelen helyzetben minél előbb történjen meg a krízis intervenció, az a pszichés menedék, a pszichés egyensúlynak a helyreállítása. Tehát, hogy mozgósítani kell a külső és belső erőforrásokat ahhoz, hogy megélje a biztonságérzetet, és ez lehet párhuzamosan ugyanúgy az iskolával is, és párhuzamosan történhet a traumának a feldolgozása. Tehát az első helyzet, vagy az első lépés az, hogy legyenek megszólítva a gyerekek, alakuljon ki valamifajta biztonságérzet, hogy újra merjen kötődni, újra élje meg azt, hogy nincsen veszély. Tehát a feszültséget kell csökkenteni, és utána kell tudni feldolgozni a traumát. Ez egy hosszú folyamat a traumának a feldolgozása, és el szoktam mondani,
mondani, hogy lehetséges a trauma feldolgozása. Nem feltétlenül kell mindig arról beszélni, hogy itt meg fog rekedni akár, ahogy én mondtam, a mentális vagy érzelmi, biológiai fejlődésében. Nem feltétlenül, de hogy kell a segítség, hogy át tudjuk segíteni ezen az időszakon. Biztos, hogy nagyon sok erő kell szépen, hozzá. Köszönjük szépen, és hát ahogy az előbb Ricsi mondta, mokka@tv2.hu, ha gondolják, akkor ide várjuk a segítséget a család számára. Köszönjük szépen, köszönjük szépen.